már napokkal korábban pillanatok alatt elfogytak a jegyek a Kisvárda hazai Érd elleni fellépésére, így garantált teltház és remek hangulat várta a csapatokat. A kisvárdai együttes meglepetése készült a második helyen álló, meglehetősen erős kerettel rendelkező, francia, spanyol, svéd, szerb és magyar válogatottakkal teletűzdelt Érd ellen. Győzelemmel búcsúztatták volna 2017-et Máté Fieszter lányai. Erre meg is volt az esélyük a mérkőzés elején, hiszen a két szélső, Orbán Adrián és Samira Rosa találataival 2-0-ra, illetve 3-1-re is vezetett a Várda, amíg a kapuban Triffa Ágnes jól tartotta a frontot. Azonban gyorsan magára talált az Érd, és nem csak megfordította az eredményt, hanem jelentős előnyre is szertett, pihenőre már 18-9-es vendégvezetéssel vonultak a csapatok. A második játék részben aztán folytatódott az Érd offenzívája, további két góllal már 20-9-re is mentek Szabó Edina lányai. Magára talált azonban a Kisvárda, a második félidő nagy részében már jól játszott, védekezésben is feljavult Máté Fieszter csapata, elő pedig Triscsuk Krisztina, Tamara Radojevic és Samira Rosa is villant, és egy 8-1-es sorozattal 5 gólra apasztották hátrányukat. Az egyenlítésre azonban már nem futotta a Kisvárda erejéből, azért a végjátékban már jól tartotta magát, és végül 27-21-es sikert aratott. Ez a 2017-et lezáró nagy kihívás volt ez a mai meccs. Nagyon készültünk a találkozóra, hiszen tudtuk, hogy egy remek ellenfél ellen lépünk pályára. Mondtam éppen a lányoknak, hogy ahogy szépül itt a létesítmény, nagyon klassz lett a csarnok, hogy erősödik az ellenfél csapata is. Ezt hiszem, hogy nagyon sportszerű, jó hangulatú mérkőzés, úgyhogy ezt köszönjük a Kisvárdának is. Sok sikert kívánunk nekik a jövőben, a saját csapatommal és a mérkőzéssel kapcsolatban pedig elégedett vagyok, hiszen egy fegyelmezett játékkal hozták a lányok, fegyelmezett és lelkes játékkal ezt a meccset. Úgyhogy kívánom nekik, hogy így folytassák 2018-ban is. Nem is mi voltunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, de az a nagy előny, amit az első fél időben adtunk, ez a 10 gólos hátrány, a második fél időben már nem sikerült 5 gólnál jobban megközelíteni az ellenfelet, és azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyerték ezt a mai találkozót. Én is örülök, hogy sportszerű mérkőzés volt. Sajnálom, hogy az első fél idő a mi részünkről nem volt annyira jó, mint a második, akkor még remekebb hangulatú meccs lett volna. Nekünk tanulnunk kell, és nagyon bízom benne, hogy ennek a mai mérkőzésnek a tanulságait akár már a következő fordulóban hasznosítani tudjuk. Erre pedig Dunaújvárosban lesz lehetőség a Kisvárdának, ahol január 6-án lép pályára Máté Fieszter csapata.